Mintha csak pillesújt emelne a dobogó felső fokáig az egyik résztvevő az öt nemzet erős ember versenyén a dobótéren. Ilyen és ehhez hasonló versenyszámokban kellett megmutatnia az erőemelőknek szívósságukat. A rekkenő hőség ellenére is maximálisan igyekeztek teljesíteni a műfaj legjobbjai. Öt országot képviseltek a sportolók a megmérettetésen. Magyarország mellett Románia, Szlovákia, Lengyelország és Csehország csapata is jelen volt az eseményen. This year is sixth competition. Ebben az évben ez a hatodik versenyem Magyarországon. Nagyon szeretem ezt az országot, igyekeztem bevonni a közönséget is a versenybe, és szerencsére a magyarok erre vevők voltak. Kedvelem Fekete Miklóst és Fekete Lászlót, a legendát. Szerintem nagyon jó verseny volt. A cseh versenyző egyébként második helyezést ért el, és ezen kívül a közönség egyik kedvencévé is vált, hiszen performanszait a versenyszámok között sokáig emlegethetjük még. Több ízben is meg kellett mutatniuk erőlétüket a sportolóknak. Két mázsás kőgolyókat pakoltak, súlyos gumiköpenyeket forgattak, lengősúlyt cipeltek, nehéz súlyokat kellett maguk előtt tartani, és még egy kamiont is elhúztak. Ez a megyeszékhely önkormányzatának részéről is felkészülést igényelt, a helyszín biztosítása szempontjából. Én nagyon örülök neki, hogy egy ilyen különleges eseményt is ide tudtunk hozni a városba. Nem volt könnyű, nem volt egyszerű, sem a szervezőknek, sem nekünk, hogy a feltételeket biztosítsuk, de én azt gondolom, hogy most már minden feltétel adott annak érdekében, hogy egy nagyon izgalmas, nagyon jó versenyt láthassunk egy különleges egri helyszínen. Remélem, hogy magyar sikerrel. A verseny a végeredmény tekintve valóban magyar sikerrel zárult. Fekete László a megmérettetés főszervezőjének fia, Fekete Miklós bizonyult a legsikeresebb erős embernek.